A követő rajongó ne idegesítse engem, mert ne tartsál föl, ne tartsál föl, olyan idegben vagyok, hogy még nem tudod elképzelni. Kézzel, de veszem át az új pupot. Várjál már, hí, de jó nézek ki. Veszem át az új pupos BMW-ket. Ezt néznek, Budapest motorszos az öreg Cilla, tudod jól, most anyukám, belöknek engem, mire sose szállok ki, nézd meg. Pedig ez nyáron milyen jó mutatna, néznek, hogy így lökném, vagy egy ilyet, lehet, hogy egy ez. Ez milyen? Nézzel meg. Veszem át a új... Jó, az nem az enyém, itt van egy táska. A takába is raktak engemet. Vagy nézd meg, ez az új X. Te, ez előkelő, édesem. Lehet, hogy egy ilyennek kéne rongyolni a Cilának. Te, hát... Várjál, szerinted vagy... Hát... Ebbe se engednek engemet be. De olyan jó, fogalmam sincs, hogy mi fog itt történni a Gyöngyöspatai Cilával, de hát... Te... Beengedtek te, mint én néznek, hogy itt halálélvezkedem. Azt nézem, hogy ezek se rosszak, bár eddigiekben én a Jeepes volt a Cilla, a nagy izével. Néznek, ez is milyen jó néz ki ez a fehér. Tehát eddig mindig ilyen izé, nagy telep. Minden a terepjáró, telepjárónak kell hívnom. Úgyhogy meg ez is nagyon tetszik, ez elektró. Ez Öko Cilla lenne, Born Electric, te úgy fúj a cél, hogy lefaj. De most rongyoljunk be ide a Budapest Motorshoz, és nézzük meg, hogy pifogy, nézd már, halálaranyos, és nyitsa. Ezt ide fogok most berongyolni, és kiderül, hogy mi fog itt velem történni. Na takanyukám, Jézus maszk! Na itt vagyok, na, mindjárt oda viszlek a halál jóképű Muhari Tomi úrhoz. Hiányád. Nézd meg a X3. Te ezt mire megtanulom? Elektro X3. Lököd be magad. Ott nézd. Parancsoljál már. Te én úgy pakolászom ezekbe a kocsikba, milyen jó néz ki. Nézd már, ez egyébként egy teljesen nézé pupos előkelő, vagy egy Jeep telepjáró ez is. Nézed meg, már be is. És állítólag, most mindjárt majd meg fogom tudni, milyen jó néz ki, anyukám. Ezeket imádom lehúzogatni. Képzeld el, hogy meg fog jelenni, azt hiszem, hogy i4, tehát van az i3, és akkor van az i4, de ezt majd mindjárt megkérdezzük a Muhari urat, hogy ez, kipróbálom, hogy hátul hogy fér el egy öreg Cilla itt. De néznek, halálkényem, jaj, de szép ez a sokkolá, ezt hívják csokoládé barnának, gyönyörű. Nézd meg! Bayer is motorvágen, ide már be is dobtam magam, nézzek ez is, hogy van neked a italtartót, kell enni több? Nagyon szép autó, és akkor van ilyen nagy panor... Várjál, ezt mindjárt így, és akkor látod, hogy halálpanorámás az egész. De most kérlek szeretettel és a legnagyobb tisztelettel fölkosztoljuk Muhari urat. Nézzek, ott dolgozik, nézzek, okos szemüvegben van. Jelenyükám, igazgató. Hát nem gondolod, hogy majd nem a igazgató úrhoz foglak tégedet oda vinni. Figyelj ide. Kedves Muhari úr, szeretettel üdvözöllek. Azt mondd meg nekem, hogy állítólag van itt egy új i4-es, ugye, ami meg fog jelenni? Na akkor arról mit lehet tudni, azt mondja. Várj már, csicska idő lejár. Milyen jó kis lilába vagy. Ez úgy itt hagyott engem a Muhari, mint Szent Pál az oláókat. Várom a kocsit, hogy én mit kapok, de ez az i4, ez engemet nagy... Ja, már jön. Ja, nem, csak egy light kolát, hogy figyelem. Te úgy inspektál ízé a szalomba, most állag ez az i4, és majd mindjárt a szakember, oda néz, olyan lilába, halál előkelő, mint a szakember, most nagyon kivagy, ízé pattintva, drága Tomikám, azt nézem. Köszönöm. Na, akkor nézzük. Már lököm is, hogy milyen lesz ez az új autó. Kapd meg az egeredet. Megkapom. pont egy nagyon kedves ügyfelünknek tettem össze. Ez, ja, wow. Ilyen gyönyörű lesz Portimao kék és matt fényezéssel. Ez az M50-es verzió, az 500 lóerő fölötti teljesítményes négy kerék meghajtással érkező. Meg nekem állítsunk össze egy autót, hogy így el tudja képzelni követő rajongó, meg egyáltalán én is, hogy új autó, az hogy néz ki, hogy amikor az ember így összeállít. Bejövöl ide, és azt mondod, kedves Tamás, ugye... Szeretnék egy i4-et. Igen.
Nézzük meg, hogy néz ki előről? Nem, hát igen, hogy mondjuk miért akarok i4-et venni, miket kérhetek bele, meg ilyeneket. Okay. Mi az extra, van-e valami csomag, tudod, mit tudom én, hogy néz ez ki. Mindenféle van. Azzal szoktuk kezdeni, hogyha már megvan, hogy melyik modellről, hogy modellt szeretné a kedves ügyfél, hogy melyik szín az, ami legközelebb áll hozzá. Uh-huh. Kicsit visszafogottabb, vagy vagányabb. És akkor ezekben a színekben rendelhettem? Ez például az i4-nek egy pár választható színe. Ez például a Sunset Narancs, ez mondjuk... Ja, és ezt te így már meg is tudod mutatni egyből. Aha. Előről, hátulról, hogy itt meg is lehet forgatni a képet. Uh-huh. Wow. Kicsit könnyebb elképzelni, hogy látja. Itt a szín megvan, ugye? Aha, és akkor utána megyünk át arra, hogy milyen felnit szeretne az ügyfél. Azt is én választhatom ki. Igen, 1920-as felni van az i4M50-eshez. Aha. Ez mondjuk legyen az az alsó, az. A másik? Nem, ez. Igen. Okay. És az már oda is... Ja, és már oda! Nézd meg, mutasd meg, hogy váltja át. Wow! De komoly. Uh-huh. Igen. És a belsőt is kiválaszthatom, hogy mondjuk... Így van. Itt vannak a belső kárpitok. Wow. Most jött egy csomó új verzió. És ilyen varrással, meg minden? Ez a bő, és ez csak bőrrel, vagy szövettel is lehet? Szövet is van, individuál verziók tömkelege. Eddig nem volt az i4-hez individuál. Ez az ára, amik ott vannak? Igen. Az igen. Igen. Hát minél különlegesebb, természetesen annál extrább az ára is. Tanyukám, puposz, akkor lovettás. Ez az egyik legszebb. Na, és akkor kiválasztatok ilyet. Igen. Várjál már, itt a főnök asszony anyukám, a marketing vezetőnő, ne hülyeskedjél már. Igen, mondjad? Ez az elefánt csontszínű individuális bőrkárpit. És most ezt rendeljük? Aha. Most wow. Ezt választott az ügyfél, és majd szemből. Uh-huh. De jó néz ki. És akkor teljesen életűen lehet tudja képzelni az ügyfelünk, hogy milyen lesz az autó majd élőben. És minden ugyanígy fog kinézni, abszolút. Ahogy itt le... De egyébként tényleg olyan, mint egy autó lenne itt előttem. Nem igen. Tudom, hogy a követő rajongó ezt látja. Aha. És akkor például vannak ilyen csomagok? Igen. Vagy az hogy képzeljük el? A következő oldalon szoktuk a felszereltséget összerakni, és akkor rögtön a csomagokat. Ja, ez az. Egy business class csomag, és akkor rögtön lehet választani. Komfortbeültetés, gerinctámasz, ülésfűtés elől, hátul, mi az, amit szeretne. Így nyilván csomag. Szóval egy csomagban sokkal olcsóbb természetesen, ha valamit így rakunk össze, amit külön összeválogatva az extrákat, amiknek egyébként marad hosszú a listája. Aha. Szóval van, miből válogatni bőven. De akkor, ha mondjuk választasz egy ilyen, mit tudom, business csomagot, akkor nagyon sok dolog már eredetleg benne van, így ugye? Van. Így van. Óriási. Na jó, van, Tomikám, nekem takam, mert már át kell vennem a gépkocsimat. Halál jól nézel ki. Halál jól nézel. Itt hozzá, bárki hozzád fordulhat, ha akar egy menetet, nem? Igen. Elektromos, hibrid, benzin, dízel, most mindent is lehet. Komolyan? Óriási. Várjál, anyukám. Új lehetőségek. Jó, hát akkor takart. Várjál, anyukám, nekem rongyolnom kell. Hát ez nagyon tetszik, ez az autó. Egyszer be kéne löknöm magam, de most én ezt az iX-et akarom majd kipróbálni. Azt is megbeszéljük. Na, takar. Vető rajongó, itt vagyok az én drága Tomikámmal, aki most talán vág egy elég pupos kocsit. Most egy pár részt kell nyugkám, nézek, Szüvit Attila. Most egy pár dolgot el is mondom. Én bedobom magam az anyószülésre. Nézzük meg. Hát anyukám, olyan jó tartanak engem, hogy nem igaz. Budapest Motors az engem mindennel ellát. Na. No. Hát jöjj akkor az új kis autód, egy 530e plug-in hybrid. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy konnektorról lehet tölteni, természetesen ismét zöld rendszám, aminek én nagyon örülök. Jaj, Istenem! Úgyhogy el tudsz vele menni elektromosan 30-40 kilométert, 50 kilométert. Nincs, nem lehet, hogy kiírja a nevemet, hogy Cila. Ezt most meghagytuk neked, mert Jézus, na, hát azt mire én beállítom. Hogy személyre szabd az autót. Júj, de gyönyörű. És tudsz vele hosszabb távra is menni, mert ugye van benne egy jó kis benzinmotor is. Aha. Tehát akkor a városban simán elektró. Mondd, most a követő rajongó így nem látja, hogy akkor mi történik, tehát hogy... Tehát ezzel az autóval elektromosan is közlekedni, aha. Zölden. Ja, és akkor a városba el tudok közlekedni ökocillába, elektromosan, igen. És egyébként pedig... Benzinmotorra hosszabb távra is tudsz menni. És figyelj, hát persze. Húpas, szegyukám, húpas. Hát édesem, ez a Bubinak ugye van kabrió, hát gyönyörű ez az autó, és halálkényelmes. Elegánsan, fekete, kívül, belül,
És a zöld rendszám persze, ami fontos nagyon. Hát ezt nagyon szépen köszönöm, Tomikám. Majd jelentem, szívesen. Hogy milyen volt követőnek, rajongónak, Tomikám, viszlek el egy körre. Követő rajongát, jövök a halasszal, de elnézést, hogy... Elnézést, nincsenek már nyitva? Elnézést, de... Jövök itt a, erre Buda gyöngyébe, érted a halat. Elnézést, itt már nincs áru? Hát ezt kell itt látni? Nem hétig tetszenek nyitva lenni? Bocsánat. Elnézést, nem arról van szó, hogy Magyarország előre megy, nem hátra? A Halas Zoli előre megy, nem hátra. Hát, te, hát, igen, igen. Előre megy, nem hátra? Igen, tessék hátrafelé menni. Jó. Magyarország hátra megy az anyád úr istenét. Fél pillanat, oda nézhet. Ez is megkérdezhetem, hogy a halas nyitva tetszenek még lenni? Önnek? Igen. Millió az ügyén, már itt vagyok, érted, szeretettel. Üdvözöllek, a Zeneakadémián van az öreg Cilla, mert megnézzük hozzá egy Tura, ugye? Hozzá egy Turának persze, nem tudom, hogy ismer-e, argentin tenor. De most meg a Liszt Ferenc Zeneakadémiát épült első Ferenc József, apostoli király feleségének uralkodása alá. Nézd meg, miniszteri javaslatára, gróf Aponyi, Albert, miniszterelnöksége és csicsicsicsi, ezek 903 és 907 között épült. Nézd meg ezt a mozaikot, amit te itt látod. Álomszép maga az épület, az egész akadémia. Hát elég ilyen eklektikus, de nézd meg ezt a zöld márványt, amit végigfut. Gyönyörű a dekorációja, egy igazi klasszikus épület. És ide, ne haragudjál már, de egy kis Gordonka művész úr hívott engemet ide meg, és akkor megmutatnám ezt az egészet, de belül is megmutatom, nagyon figyeljél, már várjál. Várjál, anyám, várjál. Nézd meg, hogy néz ki ez az egész. Valami csoda maga az épület. Nézd meg azt a hatalmas orgonát, ez az egész zeneakadémia épülete álomszép. Látta Ferenc József anyukám, ő az ő tízére puposítására épült, ugye, és a kultúránknak az egyik fontos része, klasszikus, az arányozott, és nézd meg azokat, látod? Nagyon szép ilyen szecessziós, ott a ritmus felirat van, ott a dallam, figyeled, miket mutat neked a öreg Cilla? Na jó van, anyukám, rongyolunk ma, hozzá kura lesz ma este, figyeljél nagyon, taka. Most nézd meg ezt a gyönyörű szecessziós épületet, te azt tudod, hogy a Kodály meg a Bartók is itt puposzkodtak, itt tanultak mindenfélét. Hatalmas az orgona, 1903 és 1907 között építik meg ugye a Budapesti Zeneakadémiát, és Nógrádzó Egyetem, anyukám, van rektora, Andrea, azt hiszem, hozzá nem emlékszem. Hallod, de egyébként előtte tudod, hogy a, mi van ott a Duda, Vigadó, ott is ment a poposzkodás, de most nem ennyi aranyat, hát összönülök a parlament, annyira jó néznek ki. Érdekes módon, hogy az például egy picit, mintha ampír stílusa lenne, de nem biztos, lehet, hogy nagyon nagy a baromság, amit mond egy Cilla. És ott volt a királyi páholy, látod? Ugye idegben van mindenki, anyukában bevideózom. Halálcsillár, halál előkelő, és ezek a kis, ezek a kis szövegek ott, te nézzek ezeket az üvegeket, álomszép. Mert van, kezdődik, bevonulnak teljes idegbe. Nézzek, bevonulnak, teljes ideg mindenki. Hol van Áron a Gordonkász, azt nem tudom. Megtapszoljuk őket, hogy bejöttek. Látod? Magyar Rádió szimfonikus zenekarát láthatod. Puposza, mazgba, tétre, helyre, befutóra. Ez mindjárt elkezdődik, várjál, szájé. Nézzek, most már megy a hangolgatás, mindenki halál hangolózban van. Teljes idegben, most ha behangolt, és akkor elkezdődik az őrület. Megbalondulsz, megőrülsz, megbalondulsz. Nem véletlen a vasta, mert csodálatos volt, nézd meg, kura ott megy ki, ott megy az öreg. Na várjál már, hát itt hagytak minket, mint Szent Pál az oláhokat, és most kérlek szeretettel Puccini fog következni. Most várjál, jön, ő a Balla, aztán Balla András, és hívják, hogy milyen meg kell néznem. Hegedű virtuóz, anyukám, virtuóz, érted? Na, most nézd meg, a kisnő megérkezik a virágcsokorral, megy a vastát, és utána,
Én nem tudok tapsolni, anyukám, mert itt a kezemet, látod? Hát ne idegesítsz engem. Nézd meg, kapott egy nyak. Van benne egy, nem is tudom, honnan lehet a virág. Remélem, hogy cacplantos. Ha ne vészkedjél, de gyönyörű, papagájvirág, minden van. Most érkezik, ezt mindjárt, itt van hozzá, ott a kura, oda néz. Vezényelt egyébként, azt neked tudnod kell. Amikor elbújt le, tudod, ott az argentin tenor, a nagy ágyú. Nézd meg, the big gun, ugye? A teljes, fantasztikusan szép volt, halál előkelő volt. És nézd meg, lehet, hogy ő hívott meg. Ha nem is tudom, itt a kura, ott megy anyukám, figyeljék! Pif vagyunk, jó volt, arra, Követő rajongó, már a büfében vagyunk, mert van egy szünet, de amit én neked mutatni akarok, mint hogy nézd meg a kupos herendi porcelánok, nézd meg itt a petrezselyen minta, látod, ez az úgynevezett aponyi minta, ez itt végigfut, halál előkelő, ezek nagyon-nagyon szépek. Most a többit, nem, többit azt most nem tudom, nem látok, de izé Victoria mintát kerestem még neked, de valami fantasztikus kis tányér, izé kollekciót löktek neked ide, várja, még itt is van, átjövök anyukám, mint testvér, Jézusom, a maszkot lelöktem, ez milyen jó néz ki, nézzek, herel, anyukám, van répás is, jó? Hogyha véletlenül úgy lennél, nézzek, ez a fekete milyen jó. Ezeket nem tudom, hogy mi a nevük, meg akarja tudni tőlem, mert nem tudom. Mert most nézem, az a klasszik Victoria minta, azt mindenhol megtalálod, de ezek nézd meg a darvak, hát ezek az igazi külön. Az a lényeg, érted, hogy itt a Zeneakadémián, na anyukám már törtek, reméljük nem a herendit, de itt lényegében egy teljes kuposítás folyik, érted, a Zeneakadémián, nézd meg, halál modern, a büfé, hát nem tudok neked semmi okosat mondani, csak ennyit. Na, nézd meg a Gordon Kámmel. Megy a bevelegítés, nézd meg. Veresegyházi asszonykórus is megérkezett. Hakitán Human. Nem, ez most nem az lesz, nézd meg, ott vannak. Most egy kis gyakorlás van, és folytatód. Jézusom, mondjuk a nagy takarmány. Jó, nézzel ki, benne van. Most kezdődik az egész előről, oda néz. Mindjárt bevonulás van, várjál már takarcsilának. Követő rajongat, nem tudod elképzelni, hogy hol ülök anyukám, teljes életnagyságban, itt ülök benne. Bejöttem a szasztalomban, mondom, te, itt a tavasz, tudod, jó? Itt a tavasz, anyukám, itt a Valentina. Olyan készülődésben van mindenki a Valentina alkalmából, nem tudod? Figyelj, de meg akarom mutatni, hogy milyen lett az új dekor, te. Olyan szasztalomtos az öreg Cilla. Ezt nézd meg, belógatnak, kérdeztem, a pampafüvet, mindent. Teljes idegben vannak, olyan készülődés van itt a ezére, hogy jön a Valentin nap, anyukám, a Bálint napi szerelmes őrület van. Most mindjárt majd egy kis szaktanácsadást fogok neked, megkérdezem itt a vezetőasszonyt, hogy a Nadikát, ugye a Sasmantos Nadikát meg fogom kérdezni, hogy mire kell odafigyelni, mert azért figyelni kell, azért lovettás, érted a virág, mire kell odafigyelni ilyenkor, nézzek, fő van lógatva a kalitka, hogy milyen rózsát, ha nézd, ide, ott van az én kis pávaszékem. Drága Nadika, azt mondjad, hogy ezek most már készülnek itt az óriási virág. Ezek mi csodák itt egyébként? Ezek a sztroméliák. És mik a nagy slágerek ilyenkor a Valentin napkor? Hát a vörös rózsa, a tulipán, aha, a tavaszi virágok, a hagymások. Igaziból minden. Szíves dobozok, virágcsokrok, ami a kedvenc. Ami szerintem nagyon fontos tudni való vörös rózsa vásárlásnál, hogy tényleg a hosszút érdemes venni, azt most még nem is érkezett meg nekünk. Az a hosszú szárú? A hosszú szárú, tehát 80 centitől már van feje. Ami alatta van, az biztosan olcsóbb, de sokkal-sokkal csúnyább. És nem annyira tartós egyébként? Hát tehát ez azért érdekes? Nem olyan szép egyszerűen. A tartósága az nagyjából egyforma, bár ilyenkor Valentin napon azért ez a vörös rózsa kérdés egy nehéz ügy. De miért ilyenkor hiányzik a rózsa? Hiányzik, tehát nincs annyi a világon. És akkor még azt mondjad meg nekem, drága Arany Nadikám, hogy milyen praktikák vannak, hogy lehet jó sokáig életbe tartani ezeket a virágokat? Hát attól függ, hogy milyen virág. A rózsánál mindenképpen ferdemeclappal kell, ahogy ezt te is tanítottad meg. Hát ezt már egyszer magyaráztam. Visszavágni és jó sok vízbe.
és hogyha nagyon szereti a virágokat, akkor ez minden nap friss víz, és szépen mindig visszavágni. A tulipán az ugye megissza a vizet. Igen, ez nagyon. És azt is ugye mindig friss vízbe kell tenni. Rengeteg tulipánunk is érkezik. Ott is érdemes szerintem az első osztályút, illetve a hosszú szárút majd venni. Az drágább, de szebb is, nagyobb is a feje. És egyébként lilium bármilyen virágot lehet ilyenkor ajándékozni? Hogyne, szerintem minden. És pasiknak is lehet? A kis nők megvehetik a virágot a paliaiaknak? Szerintem a fiúknak nagyon jó a... Igazából ilyenkor megpucoljuk a virágoknak a teljesen szárát? A kisképpen. És akkor, aha. Szóval nincs rózsatövis nélkül akkor, ugye? Azt mondhatom. És mindenhol óriási nagy munkában van itt a szalon, el tudod képzelni, teljes izébe, őrületbe. Itt a vezetőség itt készíti, néznek ezt a gyönyörű csokrot, hát nem tudod el. Hozzá már senki nem akar szólni, megmondom őszintén, érted, én téblábulok jobbra, balra, most ide hátra jövök erre a részre, nézd meg, ja, ezek nagyon jók, de ez az új Lolita Lempinska, ez egy, anyukám, ez egy pupos francia brand, nézd meg, és ezek az új ízék. Egyébként halál jól néznek ki? Nagy bézé, Maison Berger design van, ezek a régebbiek, de ez az új kollekció, ezt nézd meg, milyen halálosan ki van találva, anyukám. Úgyhogy óriási, hogy mi folyik itt, édeszem. Na, jön a Valentin nap, na, el tudod képzelni, hogy miben vannak. Itt mindenki fő van pörögve, érted, a üzletbe készülnek. Nadikám, ja, ne, bocsánat, beleszagoltam ebbe. Nadikám már azt is nem mondta, közben szagolom ezt a gyertyát, ne haragudjál, már nem tudom, hogy így látod, de pijön. Hogy akkor hogy kell kezelned a rózsát, érted, mire figyelj, oda milyen ferde metszőlappal őrjöngél. Na, ilyenem van otthon, egy ilyen tárcám van otthon. Álomszépek, de tényleg álomszép. Na, ezt már te mondtam neked, ez például egy igazi kani ajándék. Hát nem ügyeskedjél már. Meg azért az illagyertyák is. Van egy ügyfelem, az, annak olyan, mint valami Buddha templom az irodája, mert állandóan valami pif. Hű, ez is jó. Nézzek. Szóval van itt minden, drága lány, követő rajongó, rongyolok el. Szaszplantba berohantam, hogy egy kicsit nézzük meg, hogy milyen virág. Nadika, ez az ekvádori rózsa? Ez. Tehát nagyon szép nagy feje van. Ez még vízben sem volt, ekkora lesz. Aha. Gyönyörű. És ezek tartósak, ugye? Hát ezek nagyon, igen. Ezeket érdemes, igen. Aha. Hát anyukám, készülj érkezik. Már. Igen. Érkezik, itt töltik föl a bótot, el tudod képzelni. Most jött egy óriási nagy dobozba. Igen. És ez Ekvádorból jön ez a rózsa? Igen. Fantasztikus. Most érkezett a gyönyörű-e? Követő, rajongó, szeretettel és a legnagyobb tisztelettel üdvözöllek, betisztelek, bebücsülök, innen jön a fény, jó nézen ki az öreg Cilla. Rongyolok a edzés, de nézlek tégedet körbe a Budapesten, a jó pofa vagy, hát látod? A budai vár, ha palá, puposz, nyitom le neked a ablakot, hogy te figyeljél rendesen, oda nézzél. Szépen jövünk itt, néznek, itt minden gyönyörűen fő van bontva, én már az előkelő autóba ülök, anyukám, néznek, elektrós a Cilla, ő kocilla van a városban, figyelj, nézd és adja a gázt a unci alá, jó nézel ki, kabrióska, figyelj ide, február, na hát Abigail napja van, minden Abigail sok-sok szeretettel köszöntök. Hát ez egy nagyon jeles nap, most már mondom neked, kizere olyan emberek, most ma van kerülök szeretettel és a legnagyobb tisztelettel a gyönyörű. Itt megyünk, most itt ki fogunk jönni, kérlek szépen a Széchenyi Lánchídnál. Ja, hogy Kína, igen, halálának évfordulója. Tehát a mai napon, 1957. február 9-én halt meg a portugáliai emigrációban, kérlek szépen, nem más, mint Horthy Miklós, vitéz. Jó nézel ki, vitéz Horthy Miklós. Nézd meg, gyönyörűen kapják szét a izét. A Széchenyi Lánchídat. Úgyhogy majd most tényleg Cilla kultúrpercekben lesz egy kis Horthy, vagy lehet, hogy ezt szólna, mert ma igazából most itt eljövök ide az akadémiához, a Clark Ádám térre, vagy nem, ez nem a Clark Ádám, ez a másik, mindegy, mert meg akarom neked mutatni Széchenyi Istvánról tényleg egy pár mondatot, mert olyan, ő volt a legnagyobb magyar, de olyan gazdag a munkássága, hogy anyukám, nincs az az Insta-sztori, amiben ez beleférne. Jó nézel ki! Lököm le a kocsit, mutatom a Széchenyit, figyelj!
Engem már hova hoztalak? Nem máshova, mint a Magyar Tudományos Akadémiához, és ugye ez pont Széchenyiről jut eszembe, most várj, egy jövök, megyek, puposítok, intézkedek. Szóval Széchenyi István ugye az egyik leggazdagabb magyar arisztokrata családnak a sárja, a nyukán Puposza Family. Ne gondoljad, hogy nem, nézem, ilyen gyönyörű. Quel magnifique. Festetics, azt hiszem, várjál már, most mindjárt mondom neked, pontosítok neked, de azt hiszem, hogy Festetics Juliannának hívták a édesanyját, Szarvas Gábor parancsolja. Festetics Juliana volt az édesanyja, és ugye Széchenyi Ferenc gróf, várjál. Várjál, anyukám, itt átrongyolok te ezen engem, úgy rám rúgnak, de ezt én mutatom meg neked. A gyermeke, figyelj, te azt én nem tudom neked felsorolni, hogy az akadémiától kezdve az alagút átfúrása, a Lánchíd, akkor itt vagyunk, itt van ugye a legnagyobb magyar Széchenyi István gróf, háta mögött a Magyar Tudományos Akadémia. Képzeld azt el, hogy azt csinált, na hát ott is, tudod, a felsőházi tagok voltak ugye a Széchenyiek, na, és beszédet mondott 1700, várjál mikor? Márját nem, 1825-ben, bocsánat, október 12-én elmondta a beszédét, ugye, hogy szükség lenne egy ilyen tudós társaságra Magyarországon, és kapaszkodjá, de kapaszkodjá, ezt a beszédét Széchenyi, kérlek, szeretettel és a legnagyobb tisztelettel ezt magyarul mondta. Na most akkor az volt a szokás, hogy latinul ment a vaker, tudod? Szóval latinul tolták, és akkor ebből, hát volt is botrány, hogy érted Széchenyi, azért ne ragudjál már, hogy miért magyarul mondja. És pontosan azért, mert fontosnak tartotta a magyar nyelvet, a magyarság fönnmaradását, úgyhogy nem beszélt tökéletesen magyarul. Beszéli olyan jól a magyar, nagyon sokat tanulja egyébként a magyar nyelvet. Ugye az, hát Bécsben születik, élete nagy részét ugye Nagycenk és Bécs között tölti. Aztán 1820 valamikor, vagy nem tudom, adjál már hülye évszámokkal, elmegy egy ilyen körútra, tudod, London, Párizs. Na és akkor ott, ott például a Cherche de Midit megnézi, amit ezt a csatorna részt, hogy az hogy lehetne behozni. Ja igen, hát például a folyószabályzás, a Tiszának a szabályzása. Ugye abban is nagyon nagy szerepe volt Széchenyinek. A gőzhajó ugye nagy szerepet töltött el. Tehát olyan dolgokat is, azt a nyugati szemléletet, amire most már nem vágyunk, mert ez már nyugat. Én mit gondoltál? Oké, hát itt ők tanulnak tőlünk. Minden esetre Széchenyi azt gondolta, hogy Franciaországból és az angoloktól lehet tanulni, aztán meghívják, na, szeretettel meghívják, ugye az Eszterházyék, elhívják 10. Károly francia Bourbon uralkodó koronázási ünnepségre, és így elmegy elrongyó Párizsba. És akkor ott körbenéz, és azt mondja, hogy azt a társasági életet, ami ott van, azt el kell hozni Budapestre. Ezért ugye elkezd azon is ügyködni halálpuposan, hogy a nemzeti kaszinót megalapítsák, ugye, és akkor megalapítsák ugye neked a nemzeti kaszinót, már meg jól nézel ki, megalapítsák neked ugye a nemzeti kaszinót. Ennek az ügynek az érdekében Széchenyi értett halás. Mi volt a lényege? A lényege az volt a nemzeti kaszinónak, hogy a magyarság és a nemzet összetartását erősítse. Jó, meg az is tubba is volt, hogy a saját eszméit ugye jobban tudja terjeszteni, és 150 taggal megalapul a kaszinó, 45 tagban, de még azt mondtam neked, nem mondtam, vagy mondtam, hogy Metternich herceg is ugye benne van ebbe az ügybe, és azt mondja, jó van, csináljál, Pistám, hát ne üjéskedjél már, legyen rá ezt, mutatj, na most az akadémia, ki a neked, ugye, hogy, ja, hogy magyarul főszólalt, ugye, azt már mondtam. Egyébként már 1791-ben fölmerült egy ilyen tudományos körnek a megalapítása. De a lényeg az, hogy amikor ő főszólalt, akkor képzeld el, hogy felajánlja Széchenyi a birtokainak, ugye, 6%-os, a jószágokból való 6%-ot, és 60 ezer forintból, nem tudom én mennyit, szóval valami pénzt felajánl, ugye, fogja magát, hogy akkor ő ennyit belelők abba, hogy létrehozzák a Magyar Tudományos Akadémiát, és akkor itt végig megy, kérlek szépen, a többi arisztokratán, és akkor mindig mondja a Váhi grófnak, te vagy az Andrásnak, mennyit adok bele? Azt mondja, 10 000-et, adjál egy 20-ast, azt nem ismerjük egymást, jó? Akkor oda megy a többiekhez is, mit tudom én, most mondjak, kit mondjak neked, mondjuk a Andrásit mondtam, de mondjuk a Károlyi Györgyhöz, és azt mondja, te mennyit adol? Azt mondja, 40 000 arany forintot, jó van,
Rikám, szúrod le a 40 000-et, és már nem is, és már intézed a dolgokat. És egyébként 1827. augusztusában a királyi szentesítés után megalapítsák. Érted? És akkor itt van neked a Magyar Tudós Társaság létrehozásának gondolata már a 18. század, ezt mondtam, 1790, felvetődött Gróf Széchenyi István 1825-ben az országgyűlésen birtokainak egyéni jövedelmét ajánlotta föl, megállapításra a magyar nyelv, a tudományok és a művészetek minden nemében leendő kiművelésére létrehozott intézmény a magyar nemzetépítés kiemelkedő fóruma lett. Parancsolját. Hát drága, akkor még órákat magyarázhatnék, és vakarálhatnék neked Széchenyi István grófról, most nem fogom tenni, mert rongyolok edzeni, mert anyukám testedzés is van a világon. Hát mondjuk annyit még azért el kéne mondanom, jó, azt még elmondom a kocsiból, de most már rongyolok. Érdemes elmondani, ugye, hogy ugye, Döblingben éri a halál 1860. március 3-án, ugye, maga ellen fordítja fegyverét. Azt mondják, hogy ismeretlen körülmények között valószínűleg, hogy öngyilkos lett, mert egyszer már előtte, jóval előtte Esztergomba is megpróbált öngyilkosságot elvégezni magán Széchenyi István gróf, de végül is így végezte, 3 gyermeket hagyott maga után, és maga a Széchenyi dinasztia, most annak több ága van, most nem megyek bele, mert hatalmas család a Széchenyi család, de egy meghatározó alakja Széchenyi István gróf volt, engemet te meg most hagyol edzel. Ja, és még a Horthy, te a Horthyra nem lesz ma idő, jó nézel ki, az egy külön fejezet. Ja, mert hogy amit te itt látsz, akadémia, a Lánchíd, a nem tudom micsoda, hogy akkor arról kell majd Horthynál beszélni, mit hagyott maga után Horthy Miklós. Hát anyukám, nem sokat. Na taka. Ne tudd meg anyukám, azt hitted, hogy kamuzom. Hát láthatod anya. Figyelj le, én már föllöktem magam a futópadra, mert fusszon, aki dagadt, érted? Nincs hülyéskedés. Hű, te. Na, ennyit a Széchenyiről. Most majd jövök még a többi hülyeségemmel. Várjál, már húzogatom itt magamat, te ne húzogassad magadat. Olyan sokan vannak, te pereg itt a goaktív, halálidegben vagyunk, úgyhogy megy a sport. A Benji az meg, érted, az meg idegben. Hát te megőrülsz, megvadulsz.